az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Foglaljunk helyet. Isten hozott mindenkit ebben az esténkben, polgármester asszonyt is, alpolgármester urat is, iskolásokat, gimnazistákat, tanárokat és minden érdeklődőt. Az egyház az idők jeleiben is él, és ez valami olyasmit jelent, hogy föltámadt Jézusra, és az Atyától elküldött Szent Lélekre próbálunk odafigyelni. Az Isten impulzusait próbáljuk megérezni, megérteni, és ez szerint élni a mai időben. Aztán az egyház az időjárásra is oda-oda figyel, főleg, hogyha kinti külső programokat szervez. Csak zárójelbe mondom, püspök atya is kénytelen volt lemondani a holnapi Mária Gyűdi gyalogos zarándoklatot. Mi is páran szervezők összedugva a fejünket, mai időnek megfelelően, időben kellett aztán meghozni egy döntést, azzal, hogy viszonylag most konszolidálódott, széppé vált egy órával mise kezdés előtt ez az időjárásunk, azért sok esőt hozott ez a tegnapi mai nap. Ezzel jelzem azt, hogy nem lenne vonulás így közösségileg a Dunához idén. Kérem, ezt értsük meg, meg kellett hozni egy döntést. Reméljük jövőre ez szépen menni fog. De a lényeg, azért azt gondolom itt a templom falain belül is, megtehető. Soha nem jártam Norvégiában, de valahol olvastam, hogy a norvég ember természeténél fogva néma. Norvégiában ezért a csendet az okossággal társítják. Nem véletlen, hogy a norvég kultúrában számos, ezt idéző szólásmondás is létezik. Csak egy párat hadd soroljak föl. A beszéd ezüst, a csend arany. Aztán egy másik. A legmélyebb talajban van a legcsendesebb víz. És még egy harmadik ilyen norvég mondás. Az üres kukák adják a legtöbb zajt. Hát ebben is van valami. Egy angol közmondás szerint, magyarul mondom, én nem vagyok angolos, jobb, ha valakinek a lába csúszik meg, mint sem a nyelve. Aztán nekünk magyaroknak is vannak ilyen mondásaink, ebből csak egyet emelnék ki. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Több értelme is van ennek a mondatunknak. Például, hogyha hallgatok dolgokról, nem lehet bajom belőle. Vagy aki nem beszél olyas valamiről, amiről nem tanácsos szólni,
az nyugodtan alhat utána. De egy harmadik értelmezése is van ennek a mondatnak, nekem ez jobban tetszik, és talán Nepomuki Szent Jánosunkhoz is jobban illik. Ez a ne szólj szám, nem fáj fejem, ezt is jelenti. Aki a rábízott titkot nem fecsegi ki, annak nem történhet bántódása. Két gimnazistától majd hallani fogunk erről a szentünkről, akinek szobrai azért Tolna városát úgy több helyen ékesíti, beszövi. Aki ide látogat hozzánk, többször belebotolhat Nepomuki Szent János szobrába. Dunamenti népként, városként nem csoda mindez. És még csak egy mondat itt a bevezetőben. Egy Mária templomban vagyunk, amit éppen idén 250 évvel ezelőtt építettek, majd az idei búcsúban ez az esemény is előkerül. Mária ennek a városnak a fővédő szentje. Régi tolnaiak így döntöttek annak idején. Talán nem is rosszul választva. De van egy társ védő szentje is ennek a városunknak. És ez nem más, mint Nepomuki Szent János személye. Kérjük őt is. Ebben a szentmisében május közepén vagyunk, hamarosan itt lesz az év vége, bár még sokaknak a vizsga időszak, de egy új nyári időszak is megkezdődik. Adja Isten, hogy ez a mellettünk lévő Duna ágak áldással legyenek. Ne okozzanak bajt, tragédiát idén sem. Csak zárójelben megjegyzem, mióta itt vagyok, a városban, bizony már volt egy ilyen temetésem, amikor egy domboriban belefulladt fiatalt kellett, hogy eltemessünk. Régen is, manapság is sajnos megtörténhet ilyesmi. Az áldást kérjük, és ebben a szentmisében belevéve mindazokat, akik a múltban közülünk éppen a vízben lelték halálukat. Értük is imádkozva. Felállunk, és pici csendben bűneinket is bánjuk meg. Talán szempontok között szerepelhet ez is, hogy tisztelem-e a természetet, ami körülvesz. Nem csúfítom-e el? Gyóló.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Istenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozó papot, hogy az egyház jogait élete árán is védelmezze. Példájára és közbenjárására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, és vele együtt szentjeid sorába jussunk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasd meg és irányfiel a könyvéből. A balga az ablak alá nézeget a házba, a jól nevelt ember azonban megáll kívül. Neveletlenség, ha az ember az ajtónál hallgatózik, a bölcs embert feszélyezi a mások rosszakban. Oktalanságot beszél a balkákkal. A bölcs ember viszont mérlegre teszi minden szavát. A balgák a szájukon hordozzák szívüket, a bölcsek pedig szájukat szívükbe rejtik. Amikor ellenfelét átkozza a gonosz, önnön fejére szórja átkait. Aki rágalmaz, az magát szennyezi be, s akár valakik is csak gyűlölik az ilyet, meggyűlölik azt is, aki vele tart. A hallgató és okos pedig tiszteletet arat. Ez az Isten igénye. Legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni keresztelő Jánosról a tömegnek. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nátszálat? Vagy miért mentetek ki?
hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhába járnak, azok királyi palotában laknak. Vagy miért mentetek ki, hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták. Íme elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted. Ezek az evangélium igéi. Foglaljunk helyet, és megkérjük a két gimnazistánkat, hogy nem Keresztelő Szent Jánost, de Nepomuki Szent Jánosnak történetét mondjátok el nekünk. Nepomuki Szent János. Nepomuki Szent János a folyó, idag, hajósok, vízimoldárok és halászok védőszentje. A gyónás adatok már kérje. Egyes helyen a fordogók, illetve a bányászok, sógányászok védőszentje. Nepomuki Szent János eredeti nevén Borfin János, 1350 körül Pomuk, mai néven Napomuk helységében született, Dél-Csehországban, Németcseh szülőként. Mert szegény családból származott, gyorsan haladt fel a trombétán. 1369-ben császári jegyző lett Prága érseki kancelláriáján. 1380-ban papá szentelték. 1387-ben lett az egyházi doktora. És 1389-ben Johann von Jensen prágai érsek kinevezte általános helyekévé. Mint egyházi méltóságot és jelentős szónokot egész Prága ismerte, szerette is. Negyedik Bence király felesége Johanna őt választotta admiratúrájává. A király kezdetben jó, igazságos volt vele szemben, azonban egy sikertelen mérgezési kísérlet folyamán agresszívvel és bizalmatlanná vált. A monda szerint Bence király utoli társaságával Francsikban alakulkozott. Hirtelen köhögtet tört ki magában, és a szakácsékot kellett. Úgy látta, a szobor megsütte a kapban. Amit fogyasztani akart. Dühötten megparancsolta, hogy magát a szakácsok hozzák tüsténnyással és süssék meg, de jobban, mint ő kapott. Rémületében senki nem lehet emlékezni a királyban. Akkor fölállott János Kanonok, a királynész unoka és gyújtatója, a király lábára esett, és nyomatékosan kérte, hogy mondja vissza a parancsát. Uram király, üzenj meg a kohérnek, hogy csak répeltem. Vencel haragja újra fel. És megparancsolta az őrségnek, hogy vessék a papot sötét dolgozva. János nagyon sok elhagyoskodott. A király meg akarta törni, mert már többször ellenmondott neki. Néhány nap múlva hívatta a király. János nagy csodálkozására barátságosan fogadta. Kedves barátom, mondtam neki. Sajnálom, hogy ilyen korokban mentem veled, de hát miért ők belép, hogy az összegyűjtött belép előtt ellen vagy nekem. Nos, hagyjuk a dolgot. Egyébként azért hívattalak, hogy megmondjam. Püspöki széket szánok nekem. Ez legyen jelzőnök a királyi kancelleri cím, és évi 100 000 arany jövedelem. Meglepsz, fönséges uram, mondta a kanonok, de nem, nem ellen, ne ellenkeznem, mondjuk János. Meg tudom én jutalmazni az érdemet, egyébként jelentették nekem, hogy a feleségem gyakran gyújt nála, és csak hosszú idő után távozom onnan. Aggódom én. Talán tudsz nekem valamit a világosítást adni, hogy miről van szó én, hosszú gyónások alkalmában? Mindenben engedelmeskedem neked, ahol az bűn nélkül lehetséges, válaszoltában. De a gyónás titok pecsetjének körzésével emlékszem kötelező, és nem függ egy legkisebb sérelmet sem. Tudd meg János, jött indulatba Bence, hogy az én országomban csak egy olyan pecsét van, amelyen törődöm, az enyém. Kivel? Mit tudsz? Titoktartáson felől biztos lehetsz. Egy papnak erre csak egyetlen felelete van, nem, és ezerszer is nem. Tiltakozottak a lanok fölháborodva. De ha a király parancsolja, sziszegte Vencel, Isten akkor is tiltjuk. János ismét visszavitték a börtönbe. Kimondhatatlanul megkínozták.
A király személyesen támadta rá, fenyegette, ütötte, sőt megkínzott testét, magasütögette égő fákjával. Végül a király tökökkel így kiáltott. Rasztestapa, nem mondasz el mindent, amit elnyi meggyont, Istenemre mondom, hogy vizet kell majd nyelni. János válasza változott a pap. A pap, akinek Isten szállja be a száját, örökre hallgatott. Az érseknek a pápához intézett hiteles elvetése ezt a hajtlan érződött. Helynökömnek az oldalát oly súlyosan összeégették, hogy erőszakos halál nélkül is bele kellett volna halni. Azután Nepomuki János doktort teljes nyilvánosságban a város utcai a Moldvához vonszolták a károkéthoz. Ott kezét hátra kötötték, a fejét karjaiba, a lábához erősítették, és a száját fapecökkel szétveszítették. Majd a prágai hídról letaszították, és így a vízbe fulladt. Prága népe még azon az éjszakán csodálkozott. Fényesen tündöklő csillagokkal úszkáltak a Moldva vizében, jelezve a királynak, hogy hol keressék a holttestet. Halálának éve 1383. A prágai Szent Vincéges Egyházban temették el. A legenda szerint kénytelenek voltak sírját ráccsal elkeríteni, mert aki tisztességtelen szándékkal lépett síremlékéhez, azt Isten súlyos büntetését kérte. Szentély oltásai eljárásának már a 16. században elkezdték, de csak 1729-ben avatták vélegesek szentét. Köszönjük a figyelmet! Mi megköszönjük nektek. Itt a Földön 44 évet élt meg Nepomuki Szent János, fiatalon halt meg, de szenté lett avatva, mert a vértanúsága odaállt az Istennél, örök életet adott számára, élő hittel. Imádkozzunk most az ő közben járásáért, felállva a helyeinken. Imádkozzunk Urunkhoz és üdvözítőnkhöz Jézus Krisztushoz, aki előttünk járta a kereszt útját. Gimnazistáinknak megígértem, hogy minden nap imádkozunk azokért, akik most érettségiznek, de valójában az egyetemisták, főiskolások számára is vizsgai időszak jövő héttől elindul, értük is. Nepomuki Szent János az a szent, aki amikor kellett, tudott szólni, és volt mit mondania, és amikor hallgatni kellett, akkor csöndben volt a szája. Így is ábrázolják sok helyen, hogy az egyik ujját a szája elé teszi. Kérjük az ő közben járását, hogy számon kérésben mindaz jusson eszükbe fiataljainknak, amire szükségük van, tudjon a szájuk megnyílni, aztán a tanulás mellett is tudjanak sok jót tenni, hiszen az emberi érettséghez nem csak a tanulás számítódik oda. Tudjanak jó emberré válni cselekedeteik által is egyre inkább.
hallgass meg, Urunk. Igazságos Istenünk, adj bátorságot és erőt azoknak, akik szolgálatodra szentelték életüket, hogy téged minden körülmények között megvalva elnyerjék bőséges jutalmukat. Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Urunk Istenünk, szent titkaid gyújtsák lángra bennünk azt a tüzet, amely Nepomuki Szent János áldozó pap szívét a szentmise áldozat bemutatása közben hevítette. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten. Mert Nepomuki Szent János hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúság tételre ad erőt neki Krisztus által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül szengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra
ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről. Közöttük a Dunában elhunytakról, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal, Nepomuki Szent Jánossal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
Ilyenkor este mindig ez jut az eszembe, hogy már jól val ezelőtt kezdődött ez a mai nap mindannyiunk számára, sok mindennel telve, és reméljük, hogy telt ez a napunk sok gazdagsággal is, élménnyel, találkozásokkal, jó beszélgetésekkel, diákoknak akár ötösökkel is. Itt van az alkalom az estében, hogy hálát adjunk ezért a mai napunkért is. Esti dicséretként így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Majd azokat kérem az áldozásra előre jönni, akik a húsvéti szentgyónásukat is elvégezték.
könyörögjünk. Mindenható Istenünk, az erősek kenyere, amelyet erről az oltáról magunkhoz vettünk, adjon nekünk bátorságot, amin Nepomuki Szent János áldozópap vértanút győzelemre segítette az egyház jogainak védelmében. Krisztus a mi Urunk által. Oltárunknak még azon az oldalán nem voltam, most át fogok lépni a koszorúkhoz, hogy megáldjuk. Könyörögjünk. Urunk és Istenünk, mint Duna menti település, mi tolnaiak és őseink révén mind a mai napig tapasztaljuk a Duna áldását. Régebben sokaknak megélhetést, mesterséget adott, és a partján üzemet is létrehozott ez a víz. Manapság pedig számunkra többféle szabadidő eltöltésére szolgál, mint például sportolásra, sétálásra, horgászásra. Add, Urunk, hogy akik a tolnai Hold-Duna-ághoz kilátogatnak, a te teremtésed nagyszerű templomában érezzék magukat, ahol az aktív pihenésük során föltöltődnek. Azonban azt is tudjuk, Istenünk, hogy ez a városunk melletti víz nekünk nem csak áldásban mutatkozott meg az idők folyamán, hanem szomorúságot is hozott olykor-olykor. Azon érintett családjainknak, akik emiatt veszítették el egy-egy szeretett tagjukat, akik vízben lelték halálukat. Így most egyúttal áldásodat is kérjük a Duna áldozataira. Ezeket a koszorúkat pedig áld meg, és szenteld meg, Istenünk, melyeket elhunyt hozzá tartozóinkra emlékezve, majd a vízre eresztünk. Segíts bennünket, hogy egyrészt az idei nyárban és évben a Hold-Dunának csakis jótékony áldását érezhessük, és sok örömünk teljék benne. Másrészt pedig megtanuljuk úgy szeretni és tisztelni ezt a vizet, hogyha kilátogatunk majd a partjához, ne legyünk vele szemben meggondolatlanok, illetve a természeti szépségnek ne legyünk az elcsúfítóivá. Krisztus, a mi Urunk által. Még egy pár dolgot hirdetek. Hadd kezdjem köszönésekkel. Köszönöm mindenkinek a készségét, nyitottságát.
Lehet, hogy innen folytatom, talán jobb lesz. Köszönöm a rendőrségnek, polgárőrségnek is a készségét, német tagozatos iskolásoknak, tanároknak jelenlétét. Hamarosan majd meghallgatunk, megnézünk benneteket. Gimnazistáknak is, tanároknak is jelenlétét, szereplését külön köszönöm, két strandfiunknak is. Városi könyvtár dolgozóinak is a sok-sok háttér munkáját. Helyi civil egyesületeknek, képviselőknek is a jelenlétét. Plébániánk tagjainak, belső munkatársaknak is sok-sok háttér előmunkáját. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.